150 milliárd forintos kerettel indítja jövőre a kormány a Magyar Falu programot. Erről is szó lesz bővebben a mai híradóban, de most lássuk további híreinket röviden. Egy tekercsnyi szeretet idén is meghirdette akcióját Földi László országgyűlési képviselő. 300 ajándékcsomag, Mikulás napi ünnepség a Kossuth Művelődési Központban. És illegális szemétlerakás feljelentést tett Horváth Gábor önkormányzati képviselő. Ez itt a híradó szerda este, itt a Ceglédi Városi Televízió műsorán. Jó estét kívánok! 150 milliárd forintos kerettel indítja jövőre a kormány a Magyar Falu programot. A támogatást pályázati rendszerben igényelhetik azok a települések, melyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt. Utak és intézmények felújítására is lehet majd pénzt nyerni, és olyan beruházásokra, amelyek a fiatalok életét teszik még kényelmesebbé, modernebbé a falvakban. Soha nem látott lehetőség kapujában állnak a községek, kisvárosok. A kormány jövőre 150 milliárd forintos kerettel indítja a Magyar Falu programot. Az 5000 fő alatti települések nyerhetnek majd fejlesztési forrást. Jászkarajenőn 2750-en laknak. Néhány évtizeddel ezelőtt majdnem a duplája volt a lélekszám, de sajnos sok fiatal elköltözött. A polgármester azt szeretné, ha újra vonzó lenne a falusi élet a 20-as, 30-as korosztály körében. Mint Paja István elmondta, nagyon örül a Magyar Falu programnak, hiszen olyan fejlesztésekre nyílhat lehetőségük, ami nagyban segíti, hogy ne öregedjen el Jászkarajenő. Az egyik fontos fejlesztés az útfelújítás lenne. A Szolnokra vezető út például teljesen tönkrement. Nekünk volt egy közvetlen útunk Tószegen keresztül, amely csak 5 kilométer, viszont totál káros. Tehát ez például egy akkora hatalmas segítség lenne, onnastól Szolnok már csak 15 kilométer Jászkarajenőről. Tehát ez mindenkinek, a falu apraja nagyjának, mindenkinek egy akkora kívánsága, ennek az útnak a helyreállítása. A 20 kilométerre lévő Szolnokra ugyanis sok fiatal jár dolgozni, ezért is lenne nagyon fontos a szakasz felújítása. A Magyar Falu programban az elnyerhető forrás egyharmadát az önkormányzatok a 4 számjegyű utak modernizálására fordíthatják, a fennmaradó összegből pedig olyan beruházásokat valósíthatnak meg, amik csökkentik a népességfogyást és az elvándorlást, és emelik az életminőséget. A tanösvénnyel is rendelkező Jászkarajenő a turizmus fellendülését célzó beruházásban is gondolkodik. Jászkarajenő és Tiszakécske között kerékpárút lehetne. Akkor ez egy fantasztikus nagy dolog lenne, erre már épülhet rá utána a falusi turizmus, a szálláshely, sok minden, amivel szintén munkahelyet is lehet teremteni, illetve a sok területen ehhez kapcsolódóan a falunak jövőt biztosítani. A kerékpárút építése és utak felújítása mellett termálkutat is szeretne létesíteni Jászkarajenő, és a későbbiekben nem kizárt egy termálfürdő építése sem, tette hozzá a polgármester. A jövőre induló pályázati rendszerben lehet támogatást nyerni óvoda és bölcsöde fejlesztésére, járda felújításra és sportparkok létrehozására is. A Losonci iskola és diákotthon ünnepek alatt is benn maradó fiataljai és a Toldi Ferenc kórház betegei is friss beiglivel ünnepelhetnek majd. Földi László országgyűlési képviselő ugyanis idén is meghirdette az Egy tekercsnyi szeretet akcióját. Ehhez a Rákóczi úti cukrászda idén is csatlakozott, önköltségi áron sütik meg a beiglit, és minden egyes eladott süti árából 1 forinttal járulnak hozzá a karácsonyi adományozáshoz. Egy tekercsnyi szeretet, ezzel a címmel tette közzé tavaly beigli adományozási kezdeményezését a térség országgyűlési képviselője Földi László. Idén pedig újra arra készülnek a Rákóczi úti cukrászdával közösen, hogy olyanok karácsonyát tegyék szebbé, akik az ünnepet nem tölthetik otthon. Azt gondolom, hogy az adventi várakozás és a karácsonyi ajándékozás az nem azt jelenti, hogy kiraboljuk a boltokat, mindent fölvásárolunk, hanem azt jelenti, hogy magunkból adunk egy csipetnyi szeretetet. És ez a legfontosabb az ajándékozásban, hogy magunkból adni valamit, valamennyit, és
tulajdonképpen ezt a beiglisítési akciót is, vagy a belgi ajándékozási akciót is azért csináljuk, mert saját kézzel, saját kezünkkel adott esetben, mert magunkból szeretnénk adni valakinek, valakiknek valamit, és azt gondolom, hogy ez adja meg igazából a mi Egy tekercsnyi szeretet című akciónak és az értékét. A Losonci iskola és diákotthon ünnepek alatt is az intézményben maradó diákjainak, illetve az ünnepet a kórházban töltő betegeknek visznek majd a finomságokból, amelyeket olyan emberek készítenek el, akik sokszor szintén családjuk nélkül töltik a karácsonyt. A rendőrkapitány, illetve a katasztrófavédelem és a mentőállomás vezetője lesznek Földi László segítségére az elkészítésben. No és persze a cukrászda, amely már tavaly is nagy örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez. Mi nagyon nagy örömmel csatlakozunk ehhez az egész cukrászda vezetősége, és természetesen amellett, hogy az alapanyagi áron biztosítjuk ezeket a bejliket, amellett még hozzájárulunk minden egyes eladott süti árából 1 forinttal a kezdeményezéshez. Több száz bejgli készül majd el, és sok ezer süti fogy ebben az időszakban, vagyis a remények szerint sok-sok ember karácsonyát tehetik szebbé. 300 ajándékcsomaggal készült tegnap a gyerekeknek a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Ceglédi Vöröskereszt. A Mikulás napi ünnepségre mindenkit szeretettel vártak a művelődési központba. A kicsik édességgel teli csomagokat vehettek át, valamint játékokat is kaptak. A gyerekek évről évre nagy izgalommal várják a Mikulást és a piros zsákjából előkerülő ajándékokat. Idén a Kossuth Művelődési Központban készült nekik meglepetéssel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Minden évben nagyon-nagyon jól sikerülnek ezek a Mikulás ünnepségek, amikre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert a politikusok a munkájuk során nagyon sok hideget meg meleget kapnak, és mikor ilyenkor, mikor tudunk adni, főleg gyerekeknek, mikor örömet tudunk szerezni, a számunkra nagyon-nagyon sokat jelent. Igazából ilyenkor aratjuk le a politikai karrierünknek a gyümölcseit. A kezdeményezéshez már évekkel ezelőtt csatlakozott a Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt is. Ez utóbbi szervezet például az ajándékok mellett azt is vállalta, hogy Ceglédre hozza az ünnepi műsort adó csemői gyerekeket. Már több éve együttműködünk a Roma Önkormányzattal, úgyhogy nagyon jó kapcsolatunk van a Jakaburékkal, több rendezvényen segítünk, és ők is viszont. Az ünnepségre egyébként nem csak roma családokat vártak, bárki számára nyitott volt az ajtó. 300 csomaggal készültek idén is. Ezeket bőséggel telerakták finomságokkal, amennyi csak belefért, mondta Jakab István, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik segítségével létrejöhetett az ünnepség. Köszönöm a polgármester úr a Ceglid városi önkormányzat támogatását, mert nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk, és ők, ha nem lennének, akkor ezeket a rendezvényeket nem tudnák megtenni. Műsor tehát a Csemői Ladányi Mihály általános iskola diákjai adtak. Megszabadultam a rókától, mehetek tovább. De a hangulathoz illő Mikulás és karácsonyi énekek is felcsendültek. Majd megérkezett a várva várt Mikulás, aki kiosztotta az ajándékokat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyébként már készül a hagyományos nagyszabású élelmiszerosztó rendezvényére is. December 19-én a sportcsarnokba várják a családokat, ahol a rászorulók nem csak adományokat vehetnek át, de táncházak fellépését is láthatják, valamint hallhatják majd az Zanzibár zenekart, Kökény Attilát és Nótár Mérit is. Illegálisan helyezett el szemetet, ráadásul nagy mennyiségben egy férfi az Ugyerban. Tanúk segítségével beazonosították, és a rendőrség tetten is érte. Horváth Gábor önkormányzati képviselő pedig ma feljelentést is tett. Úgy fogalmazott, nem csak az a cél, hogy tetten érjék ezeket az embereket, hanem az is, hogy minden, például a szemét elszállításával kapcsolatos költséget rájuk terheljenek. Nemrégiben egy autó fotója jelent meg a közösségi oldalon, egy olyan autói, amelyhez hasonlóval valaki szemetet oldott ki az Ugyerba. Ráadásul nagy mennyiségben. Megosztások, telefonhívások és, ahogy Horváth Gábor fogalmazott, némi magánnyomozás után sikerült is beazonosítani és megtalálni a férfit. Viszont ebben az ügyben a fülöncsípés csak szabálysértési eljárásra hivatott, viszont szemtanúk és elmondások és fényképek alapján bűncselekményre utaló eljárást is, ha a rendőrség és a bíróság ezt helyben hagyja, akkor meg tudjuk tenni.
Az Ugyer 23. dűlőjéből jelezték egyébként az esetet a szemtanúk. Ebben az ügyben tett feljelentést ma a rendőrségen Horváth Gábor. A mai napon a BTK hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és a hulladékgazdálkodási törvény illegális szemét elhelyezésére közterületen hivatkozással bűncselekményre utaló feljelentést tettem a rendőrségen az ugyeri szemetelés megállításának érdekében. Ugye a közösségi oldalon hívtuk fel rá figyelmet, és hívták fel rá figyelmet, hogy a hulladék szigetek megszűnésével egyenes arányosságban nő a külterületeken elhelyezett illegális hulladék szigetek száma. Horváth Gábor elmondta, nem csak az a cél, hogy ez a férfi és a hozzá hasonló szemetelők büntetést kapjanak, hanem hogy az eljárás minden költségét az elkövetőre hárítsák majd át, hiszen nem kevés pénzbe kerül és került a szemét elszállítása. És ez lesz a cél a későbbiekben is. Úgy véli, a tettenérés mellett talán ez is visszatartó erő lehet majd, és sikerül visszaszorítani az illegális szemétlerakások számát. Lefoglalta az adóhatóság a nagykőrösi strandot. A 7 éve átadott fürdőt többszöri bérbeadás után sem tudta működtetni a tulajdonos, egy ingatlan hasznosító Kft. A cég 284 milliós tartozása miatt a NAV végrehajtási eljárást indított és lefoglalta a nagykőrösi strandot. A tervek szerint a hatóság elárverezi az ingatlant. A nagykörösi strandot 2011 novemberében adták át. A beruházás 580 millió forintba került, ebből 231 millió uniós forrás volt. A tulajdonos cég két bérlőnek is kiadta a fürdőt, de egyikük sem tudta nyereségesen üzemeltetni. Az uniós forrásoknál elvárás, hogy minimum 5 évig kell működtetni a létesítményt. Ezt a strand tulajdonosa nem tudta teljesíteni, így a minisztérium visszakérte a támogatásként kifizetett pénzt. Összesen mintegy 284 millióval tartozik a cég a pénzügyminisztériumnak. Végrehajtási eljárás indult a Kft. Ellen, és a NAV lefoglalta a körösi strandot. Az adóhatóság már értékbecslést is végeztetett, nagy valószínűséggel elárverezik az ingatlant. A folytatásban háttér a stúdióban a katasztrófa védelem híreivel érkezik Nagy Péter tűzoltó, alezredes tűzoltósági felügyelő. Ez volt a Híradó szerdán, itt a Cegléd Városi Televízióban. Kis hírekkel legközelebb, holnap este akkor ismét jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket!